A Maruszéki Közösségi Alapítvány két ingyenes programot szervez augusztus folyamán az 1-8 osztályos diákok számára. A héten Maros-Szentgyörgyön a helyi és a csejdi fiataloknak tartanak foglalkozásokat. A programba a gyulafehérvári Caritas is bekapcsolódott. Nyári iskola néven szervez két helyszínen ingyenes programot a Maruszéki Közösségi Alapítványa vakáció ideje alatt. Augusztus 5-e és 9-e között Kásván, a falubeli, valamint a görgényszentimrei, üvegcsűri, libánfalvi, görgényhodáki és tokai gyerekeknek szóltak a tevékenységek. Augusztus 12-e és 16-a között a Maros-Szentgyörgyi és csejdi fiatalok számára tartottak foglalkozásokat. A programba a gyulafehérvári Caritas munkatársai is bekapcsolódtak. A mostani tábornak is egy 50 gyerekes létszámmal fogadtuk, és ellátjuk őket egy kis 10 óraival, a Caritas partner szervezet segít őket behozni reggel, illetve ellátni az egyéb igényeiket. Mi kimondottan csak a játszással, a tanítással foglalkozunk. A Maros-Szentgyörgyi 2. számú óvodában párhuzamosan folytak a foglalkozások. Az egyik teremben fizika, a másikban kémia kísérletek zajlottak. Mindemellett volt festő és kézműves műhely is. A gyerekeknek láthatóan nagyon tetszettek a tevékenységek. Én a kémiáért vagyok felelős, és hát igazából kiindul abból, hogy a gyerekeknek az életkor az viszonylag kicsi, tehát 8 évestől 12-13 évesig vannak, ők még nem tanultak kémiát, ezért minél egyszerűbb kísérleteket és látványosabbat próbáltam hozni nekik, akár a konyhából, ahol tejjel, szódabikarbonával, ecettel, vagy akár egyszerű csepp kísérleteket, ahol vegyszerekkel dolgoznak, de nagyon kis mennyiségben. A Maros-Széki Közösségi Alapítvány kapott egy finanszírozást, ezt tette lehetővé, hogy ingyenes nyári iskolát szervezzenek. A kezdeményezést szeretnék folytatni, mert úgy látják, hogy nagy az igény a tevékenység iránt, és a szülők is nagyon hálásak, hogy néhány óra erejéig lefoglalják a gyerekeket színes programokkal.